Megvan az infóban. Salom. Feledékenységet kaptam én is témának, miközben gondolkodtam rajta, és nem is. Levágtam szép lassan, hogy miért jutott ez a téma hozzám, hiszen én eléggé feledékeny szoktam lenni néha. Lehet, hogy érdemes ebből igékkel kezdeni, hiszen arról van szó, hogy megpróbáljuk megállapítani az írások szemszögéből, hogy milyen tulajdonság ez, hogy feledékenység vagy feledés. Az az igazság, hogy én ahogy olvasgattam az ígéket, és amint ti is meg fogjátok itt látni, és amint Zsoltitól is hallottuk, hogy a feledékenységet nagyon-nagyon ritkán alkalmazza az írás szó szerint. Nem nagyon van olyan eset, ahol valóban arról van szó, hogy feledékeny volt valaki, vagy valakik feledékenyek voltak, maga a szószoros értelemben. Zsolt említett is egy példát az Új Szövetségből, vagy a Brit Hadasából, ahol a tanítványok kenyeret felejtettek el vinni. Ott valószínűsíthetjük, hogy ott tényleg feledékenységről volt szó, hiszen elfelejtették vinni a kenyeret. És ez az a fajta feledékenység, ami velem is előfordul. És talán lehet mondani szerencsének, idézőjelbe, ugye, mert van egy olyan fajta feledékenység, amivel az írás sokkal többet foglalkozik, és az a veszélyesebbik, az a negatívabb. És ki is nyitottam az írást ide az 5 Mózes 4.9-hez. Hogyha jól tettem, 5 Mózes 4.9. És melyik nagy nemzet az, amelynek olyan rendelései és igazságos végzései volnának, mint ez az egész törvény, amelyet én ma adok elétek. Itt a feledékenység szó ugyan nincs benne a magában a szövegben, viszont ez az a rész, maga a törvény, maga a tora az, amit általában a szemünkre hány, vagy az izraeliták szemére hány Jahua, hogy elfeledkeznek róla. A toráról általában elfeledkezni, és a törvényről elfeledkezni nem véletlenül szoktak az emberek, hanem szándékosan. Hogyha lapozunk egy picit tovább, 5 Mózes 8.11, és most megpróbálom ezt ide beírni, elnézést az alassúságért, 5 Mózes 8.11. Igen, a Mózest azt nem írtam be. Vigyázz magadra, hogy el ne felejtkezzél Jahuáról, a te Elohimedről. Hogyan? Úgy, hogy meg nem tartván az ő parancsolatait, végzéseit, rendeléseit, amelyeket én parancsolok neked a mai napon. Tehát felhívja a figyelmünket erre a feledékenységre. Szól nekünk, hogy vigyázz, mert tudja, hogy ebben feledékeny az ember. Vigyázz, hogy el ne felejtkezzél róla, úgy, hogy nem tartod meg az ő parancsolatait, hiszen ebben vagyunk mi jók, hogy megfeledkezünk az ő törvényeiről. Általában, hogyha az ember elfelejt valamit, vagy feledékeny, ideges magára. Ideges, hogy állj, elfelejtettem ezt megint, vagy ott felejtettem, vagy... megint, de ilyenkor az ember inkább sunyi módon, úgymond akarattal feledkezik meg az ő törvényeiről, vagy megpróbálja ezt így a háta megé dugni, és ezért szól nekünk, és figyelmeztet, hogy ne felejtkezzünk meg róla, mert ezt tudatosan csinálja az ember szerintem. Akár mehetünk tovább, Zsolti már itt mondta az Ézsaiás 49.15-öt, de hogyha megnézzük, nagyon sok helyen az írás arról szól, és azért figyelmeztet minket Jahua, hogy az ő törvényeiről ne feledkezzünk meg. Ez nagyon fontos, hiszen számtalan igevers van. 5 Mózes 8.11 volt az előbb, 5 Mózes 8.14 is fel van nekem egyezve. Bírák 37. fejezetben találtunk róla. Ézsaiás 44.21, akkor Zsoltár 44.20, és ahova kinyitjuk, most Zsoltár 119,
És itt sorra vehetjük, akár például a 16-ostól kezdve, ahol már arról van szó, hogy gyönyörködöm a te rendeléseidben, a te beszédedről nem feledkezem el. Ugye, amint Zsolt említette, az elfeledkezésnek az ellen szava az az emlékezet. És itt ilyenképpen használja az írás, hogy nem feledkezem el a te beszédedről, vagyis a te Torádról. Hogyha itt megyünk tovább, például a 61-esre, akkor itt azt olvassuk, hogy a gonoszok kötelei körülkerítettek engem, a te törvényedről el nem feledkezem, szintén arról van szó, 83-as. 83-asra ugrunk, ahol az áll, hogy noha olyanná lettem, mint a füstön lévő tömlő, de a te rendeléseidről el nem feledkezem. És így tovább a 109-est is most már végignézzük ezt, hiszen tele van a Zsoltár 119-es a feledékenységről, és mindenhol ugyanolyan értelemben. Lelkem mindig veszedelemben van, a 109-est nézzük. Mindazáltal a te törvényedről el nem feledkezem. 139. Búzgóságom megemészt engem, mert elfeledkeztek a te beszédedről az én ellenségeim. Tehát itt egy kicsit pozitív, mert az ellenség feledkezett meg az ő beszédéről, ez azt jelenti, hogy Jahóva védelmében van az, aki nem feledkezett meg az ő beszédéről. Én így értelmezem. 176-os, amit utólag megnézünk, a Zsoltár 119-ből. Téveigek, mint valami elveszett jó, keresd meg a te szolgádat, mert a te parancsolataidat nem felejtettem el. Tehát, amint láttuk, általában kapcsolatos az a feledékenység szó a törvénnyel. És én megnéztem a szó piktografikus jelentését is, az a sakáh szó, ahogy a Zsolt is mondta, van ez az S, ez a K, és van a 7 betű. Az S az metszőfogak, vágás, pusztítást jelent, a K az nyitott kéz, elhajolni, amire én kihegyeztem a figyelmemet, elhajolni, és a 7 az kerítés, vagy védeni, vagy körülvenni. Ugye akkor én ezt úgy raktam össze, hogy a kerítést elpusztítani, és attól elhajolni. Maga a Tóra a kerítés számunkra, hiszen vagy gátol valami, vagy véd. A Tóra az véd minket, mint egy kerítés, és hogyha azt elpusztítjuk, akkor attól elhajolunk. Én így értelmeztem ezt, de biztosan lehet másképpen is. Ha tovább lépünk, akkor van egy érdekes példabeszédek 31.5.7. Példabeszédek 31.5.7. Négyestől olvasom, távol legyen a királyoktól a Lemuel, távol legyen a királyoktól a bornak itala, és az uralkodóktól a részegítő ital keresése, hogy mikor iszik, el ne felejtkezzék a törvényről. Ugye el lehet felejtkezni a törvényről abban az esetben, hogyha megbódítjuk az agyunkat. És azt ajánlja itt az írás a királyoknak, hogy ne feledkezzenek el, hiszen akkor a törvényről ne igyanak, hiszen a törvényről akkor nem feledkeznek el, de folytatja a hatosban, adjátok a részegítő italt az elveszendőnek és a bort az elkeseredett szívűeknek, igyék, hogy felejtkezzék el az ő szegénységéről és az ő nyavajájáról. Tehát ezekről talán érdemes néha egy kicsit elfeledkezni, hogyha túl sok van belőlük. Igen, ezt írtam le eddig erről, magukból az írásokból, még feljegyeztem pár gondolatot, de szintén hasonló, ezért fel sem olvasom. Talán érdemes megemlíteni a Zsidó 13.16-ot. Zsidó 13.16, ahol a jótékonyságról pedig és az adakozásról el ne felejtkezzetek, mondja az írás. Amint látjátok, itt sem a feledékenységről van szó, hanem inkább arról, hogy ne hanyagoljuk ezt a dolgot. Tehát itt sem szó szerint érti. Jakab 1.25 lenne az utolsó, amit megjegyeznék.
Jakab 1.25. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató. Sőt, cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében. Tehát aki nem feledékeny hallgatója a törvénynek, az megcselekszi a törvényt. Tehát itt nem arról van szó, hogy elfelejti, vagy nem jut eszébe, hanem egyszerűen nem akarja az ember megcsinálni, vagy meg akarja csinálni. Ennyi volt az írás. Hozzátennék egy kis tudományt is, hogyha van még időm. Azt olvastam, amit érdekesnek találtam, hogy a memória raktáraink úgy szerveződnek, hogy ami gyakran kell onnét, az kéznél van úgymond, ami ritkán vagy soha nem kell, az egyre mélyebbre süllyed, és így egyre nehezebben lesz hozzáférhető. Valójában a bennünk érő információknak csak kb. 1%-ára emlékezünk. Az, hogy mi alapján válasszuk ki, hogy mi legyen az az 1%, az talán attól függ, hogy számunkra mi az, ami fontos. A feledékenységnek azt szoktuk nevezni, amikor nem tudjuk előhívni azt, amit szeretnénk, holott tudjuk, hogy tudjuk. És itt egy érdekes mondat, az abszolút biztos tudástól a tökéletes nem tudásig különböző szintek lehetségesek, és azt is érezzük, mennyire tudunk valamit, vagy mennyire nem tudunk valamit. A feledékenység okai lehetnek stressz, kifáradás, érdektelenség, vitaminhiányok. Mindenképpen érdemesnek tartottam azt, hogy ami érdekel, azt megjegyezzük. A világ végtelen teljességéből csak egy hihetetlenül picike szelet érdekel bennünket általában, egyénileg. Az, amihez van valami közünk, ami érint bennünket, valamilyen módon, aminek értelme van számunkra. A többit nem is érzékeljük, vagy ha igen, akkor sem rögzítjük tartósan. A feledékenység sokszor annak a következménye, hogy nem fordítunk külön figyelmet a megjegyzésére. Egy pici történettel zárnám. Egyszer elindultam otthonról, a szülőföldemről, Marosvásárhelyről, Svédországba, 4 darab táskával. 2 volt az egyik kezembe, 1 a másikba, és volt egy hátizsákom, amiben benne volt a pénztárcám. És az állomáson büszke voltam magamra, hogy mind a 2 kezembe kell legyen valami, plusz a hátamon. És amikor felültem a vonatra, akkor vettem észre, hogy csak persze mind a 2 kezem tele volt, de az egyikben volt 1 táska, a másikban is, és az egyik táskát már ott hagytam az állomáson. Akkor leszálltam a vonatról, nagy kapkodásba, vagy én nem is emlékszem már, hogy, de az a lényeg, hogy leszálltam, és már csak 2 táska volt a hátizsák, meg egy táska volt a kezembe. A következő vonatállomáson, Göteborgba, felpattattam gyorsan a vonatra, és a hátizsákomra koncentráltam, már benne volt a pénztárcám. Ugye, és ideges is voltam persze az előtti elhagyásokra, az egyikben volt például egy ilyen billentyűzet, meg mit tudom én még, és olyan annyira bosszantott, hogy végig azt forgattam a fejembe, hogy tudtam elfelejteni és elhagyni. És mérgembe, hogy mentem fel a vonatra, leveszem a hátizsákomat, és mondom, hogy még volt egy táskám, de akkor azt lehagytam a következő állomáson. Akkor azt mondtam, jó, ezt nem játsszuk tovább, kivettem a pénztárcámat a hátizsákból, beraktam a zsebembe, mondom, ez legalább majd legyen meg. A végén, amikor leszálltam a vonatról, ott hagytam a hátizsákomat is az utolsó járaton, tehát nagyon durva volt, szóval nem tudom, hogy ez a szétszórtság, feledékenység, vagy ez mindennek a kombinációja. De a lényeg az, hogy van egy ilyenfajta feledékenység, és ami talán jobban irgalomra talál. Annyit a pénztárcáról, hogy rá egy évre nem hagytam el semmit, csak a hátizsákomat, és abba volt a pénztárcám is, szóval azt sem úszta meg előbb-utóbb. Na de azóta én javítottam magamon, úgyhogy sok imával, odafigyeléssel, de még mindig tudom magam kezelni. Még mindig van, amit kezelni magamon. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Kívánok egy kellemes délutánt. Csak azért beszélek, hogy...